A feltámadó szél ma sok helyen kellemetlenséget okozhat, a Dunántúlon viharossá is válhat. Emiatt hűvösebbnek érezzük a levegőt. Köszöntöm az M1 nézőit, jó reggelt kívánok! Förhéc Adrián vagyok. Egy páratlan időjárással kapcsolatos képet kaptunk Nagyné Bálint Brigittától, a fővárosból. Nagyon szépen köszönjük neki a fotót. Bátran küldjenek önök is nekünk időjáráshoz kötődő felvételeket. Címünk meteorfotókukac@mtva.hu. Ha Európára tekintünk, láthatjuk, hogy a 20 fok feletti maximumok már csak a mediterrán térséget jellemzik. Lisszabonban például ma délután még a 30 fokot súrolja a hőmérséklet. Eközben észak felül a kontinensre egyre hűvösebb levegő szivárog be. Az északias áramlással ennek hatását a Kárpát-medencében is érezhetjük, miközben egy hideg front vonul át szakadozott felhősávval. A délutáni órákban a Dunántúlon már csökken a felhőzet, és nagy részt kisüt a nap. Eközben csapadékra is számíthatunk, gyenge eső, illetve kisebb záporok formájában. A Kékestetőn, illetve a Bükkfensíkon egy-egy intenzívebb zápor is lehet, és akár még havas eső is előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértékei 7 és 15 fok között változnak. Délkeleten a viharsarokban a magasabb értékekkel. A Tiszántúlon mindössze megélénkül, másutt megerősödik a szél. A hőmérséklet maximumai a következő napokban elmaradnak a sokévi átlagtól. Október elején, illetve közepén 15-18 fok a meghatározó. Most mindössze 7 és 15 fok közé melegszik a levegő. Éjszaka általában mínusz 3 és plusz 7 fok közé hűl. A szélárnyékos részeken süllyedhet fagypont alá a hőmérséklet. A reggeli párásság gyorsan szűnik, és a ködfoltok is ritkulnak. Ezután gomoly felhők takarják ki a napot, illetve fátyol felhők szűrik a napsütést. Csapadékra csekély az esély, csütörtökön inkább az északkeleti harmadban lehet. Így az esernyőkre egyre kevésbé lesz szükségünk, réteges öltözetre annál inkább. Őszi reggeleken gyakran párás, ködös az idő. A köd tulajdonképpen egy felhő a felszín közelében, amely nehezíti a közlekedést. Akkor beszélünk ködről, ha a látástávolság kevesebb, mint 1 kilométer. A klasszikus fajtája az úgynevezett kisugárzási köd. Ez nyugodt, hideg, szélcsendes és felhőmentes éjszakákon alakul ki. A talaj közeli levegő lehűl, nedvesség tartalma kicsapódik. Ugyanis minél hidegebb a levegő, annál kevesebb vízgőzt tud magában tartani. A feleslegből harmadcseppek vagy lebegő felhő elemek lesznek. A köd napközben általában feloszlik, ott, ahol előbb eltűnik, sokszor 10 fokkal melegebb a délután, mint ahol tartósan megmarad. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!